református istentisztelet, őrizetben a fiatalkorú, nagy volt az érdeklődés a fórum iránt, garázs égett Martfűn. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2024. augusztus 5-én 18 óra 5 perckor. Isten tiszteletre várták a híveket a református nagy templomba Karcagon. Mikor jutok élő Isten? Kedves testvérek, szeretett gyülekezet, kedves televízió képernyője előtt minket hallgató kedves testvérek, bizonyára hallottak már a kedves testvérek erről a pszichológusról, pszichiáterről, Carl Gustav Jung. Jung egy svájci orvos, pszichiáter volt. Református lelkész gyermek volt, és az édesanyjának az apukája is lelkész volt. Pszichoanalitikával foglalkozott Jung. Az egyik módszere a lelki folyamatoknak a megfejtésére az úgynevezett szó-asszociáció volt. Ennek az a lényege, hogy szavak hangzanak el egymás után gyorsabban, és a válaszadásnak a sebessége, az érzületi reakció és tartalma árulkodó tud lenni a személy, a hallgató, a válaszadó lelki állapotáról. Most mi is tegyünk egy kísérletet ezzel a szó-asszociációval. Kétszer négy szót fogok most említeni, és arra kérem a kedves testvéreket, hogy figyeljék meg, hogy ez a négy-négy szó milyen érzületet vált ki, amikor meghallják ezeket a szavakat. Nézzük az első négy szót. Mire gondolnak a kedves testvérek, mit éreznek, amikor hallják ezt a négy szót? Így hangzik a négy szó. Tágas, széles, sok, járnak. Biztos, hogy volt bennünk valamilyen érzelem, indulat, amikor hallottuk ezt a négy szót. Az egészséges lélek ilyenkor ilyeneket érez, ilyenekre asszociál, hogy valami könnyű, valami biztonságos, akadálytalan. Jól tudok előre haladni. Valami olyasmit érzünk, amikor látunk egy hatalmas folyót, egy széles folyót, szépen lassan folydogál a medrében. Megnyugtatónak érezzük ezt a látványt. Most pedig nézzük és hallgassuk a másik négy szót, hogy mit érzünk, amikor halljuk. Szoros, keskeny, kevés, igyekezzetek. Most mit érzünk? Valószínűleg feszültséget érzünk, valószínűleg félelmet, és ez így természetes, mert valami keskeny, amikor sietnünk kell, akkor valóban ott van bennünk egy kicsit a félelem, hogy el fogok késni valahonnan. Bizonyára mindenki észrevette a kedves testvérek közül, hogy most Jézus szavait idéztem. A felolvasott igeversből raktam össze ezt a kétszer négy szót. És ha egészséges a lelkünk, akkor megfelelő módon asszociáltunk. És az Úr Jézusnak éppen ez a mai szándéka mindenki vagy itt a templomban, hogy a televízió képernyője előtt ülve valamilyen reakciónk legyen. És ezt a reakciót várja tőlünk az Úr Jézus Krisztus. Ha nem akar a kárhozatba, a teljes, totális, fájdalmas megsemmisülésbe jutni, akkor annak az embernek most meg kell rendülnie a lelkében és a lelkének. Hogy vajon én, aki most ezt hallom, jó úton járok?
Vajon a párhozatba masírozó tömegbe tartozom? Csak eddig nem vettem arról tudomást, hogy az Úr Jézus Krisztus látja az én kis életemet. Nem tűnt fel, azt gondolom, hogy az Istennek nem tűnt fel az én élet trükkjeim. Szóval, szeretett testvéreim, vegyük komolyan, és vegyük magunkra nézve komolyan a felolvasott igét, ami így hangzik, menjetek be a szoros kapun. Mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik azt megtalálják. A jársági rendőrök az elmúlt két hónapban elkövetett 8 rendbeli lopás miatt kezdeményezték egy fiatalkorú fiú letartóztatását. Bejelentés érkezett a rendőrségre, hogy egy ismeretlen bejutott egy jászladányi családi házba, és onnan 150 ezer forintot, 50 eurót, egy laptopot, két mobiltelefont és egy váltáskát vitt magával. A rendőrök azonnal megkezdték az adatgyűjtést, és hamarosan látókörükbe került egy jászladányi fiú. Előállították a rendőrőrsre, és gyanúsítottként hallgatták ki. A nyomozók megállapították, hogy az elmúlt két hónapban több vagyon elleni cselekmény is a terhére róható, ezért őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását. A jászberényi rendőrkapitányság 8 rendbeli lopás miatt folytat eljárást. Nagy volt az érdeklődés a Nagyvénkerti várostészt érintő csapadékvíz elvezetési projekt kapcsán meghirdetett lakossági fórum iránt. Az eseményen a lakosok a beruházással kapcsolatos kérdéseikre is választ kaphattak. Lakossági fórumra várták az érintett lakosokat a Karcagvárosi Önkormányzat a Nagyvénkerti Városrész fejlesztés elnevezésű projekt csapadékvíz elvezetési pályázati része kapcsán. A projekt részleteiről Szepesi Tibor polgármester, S. Nagy Károly és Varga Viktor műszaki ellenőrök, Harsányi Gábor tervező, valamint Kun Imre a kivitelezést végző Kun Matrix Kft. Ügyvezetője adott tájékoztatást a lakosoknak. Kettő része van ennek a pályázatnak, az egyik az maga a csapadékvíz elvezetési rész, a másik pedig ehhez kapcsolódó elemként az Ohio téri parkolók és térburkolat felújítása, okospad elhelyezése, műfős játszótér kialakítása a Nagyvénkerti lakótelepen, illetve egy ifjúságnak szóló gördeszka pálya építése is. Ugye mivel ezek különböző eljárásba tartoznak és különböző építészeti megoldásokat tartalmaznak, ezért a közbeszerzési szakértő véleménye az volt, hogy bontsuk két részre magát a közbeszerzési eljárás, tehát legyen egy csapadékvíz közbeszerzési eljárás, és legyen egy egyéb építészeti részeket tartalmazó pályázati felhívás. Most a csapadékvíz közbeszerzési résznek a végére értünk, a másik rész is hamarosan el fog kezdődni. Polgármester úr a fejlesztés paramétereiről, valamint arról is tájékoztatta a lakosságot, hogy mely utcákat érinti majd a beruházás. Mederelemes csatorna kiépítése 1300 méter, betonáteresz építése 40 folyóméter, befogadó csatornák partvédelme, illetve kotrása fog megtörténni ebben a pályázatban, amely utcák pedig a Szövetkezet, Diófa, Csató, Kemény Pál, IV. Béla és a Szarszaus Márton utcáknak a csapadékvíz elvezetését érinti. A csapadékvíz elvezetése tekintetében eredményes volt a közbeszerzési eljárás. A nyertes kivitelező a Kun Matrix Kft. Tiszafüredi székhelyű cég. A lakossági fórumon jelen volt a cég ügyvezetője Kun Imre is. Említett utcákon épülő csapadékvíz csatornák több irányból is a Füredi úti csatorna befogadójába lesznek bekötve. A kivitelezés olyan szinten fog a ütemterv szerint épülni, hogy a területen lévő lakók mindenféle képpen meg tudják közelíteni a saját ingatlanjaikat,
Tehát nem lesz olyan, hogy egy-egy lakónak várni kell arra, hogy most a saját ingatlanára be tudjon jutni, mert több irányból is lehetővé tesszük azt, hogy meg tudják közelíteni a ingatlanjukat. A területen nem mély csatornák épülnek szerencsére, meg részben le is lesznek fedve, szivágós fedlappal, ott, ahol a tervező úgy tervezte, ott közúti forgalmat, illetve teherforgalmat, illetve személykocsi forgalmat elbírnak, és a öntöző, illetve a Tiszafüredi úti csatorna lesz ennek a csapadékvíz övlözetnek a befogadója. A beruházás kivitelezése már el is kezdődött, így hamarosan megoldódik az érintett városrész csapadékvíz elvezetése. Kigyulladt egy madfűi garázs, két gázpalack is volt benne. A lángok a szomszédos lakóházra is átterjedtek, amely annyira leégett, hogy lakhatatlanná vált. Eddig ismeretlen okból kapott lángra egy garázs madfűn. A tűz óriási sebességgel terjedt át a szomszédos mellék, majd főépületre, amelynek a tetőszerkezetét is elérte. A melléképület fődémje beszakadt. A nagyobb baj minden esetre nem sokon múlhatott. A helyszínen kiderült, a garázsban két gázpalackot is találtak, amelyeket már hőhatás is ért. Egy körülbelül 25 négyzetméter alapterületű, könnyű szerkezetes tárolóépület, melléképület gyulladt ki martfűn a Petőfi Sándor utcában. A lángok tovább terjedtek a szomszédos, körülbelül 120 négyzetméteres épület tetőszerkezetére, illetve padlás terére is. Az esethez több városból, Tiszaföldvárról, Szolnokról, Szarvasról, Kunszentmártonból, Mezőtúrról érkeztek tűzoltók, akik a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása alatt összesen 6 vízsugárral avatkoztak be, illetve védték még az épületek azon részeit, amelyek még menthetőek voltak. A tűzoltók az oltás során a két épületből összesen 4 darab palackot hoztak ki. Ezek között volt szén-dioxid, egészségügyi oxigén, propánbután, illetve egy argon palack is. A főépület, amelyre átterjedt a tűz, lakhatatlanná vált. Úgy tudjuk, a ház két lakója rokonokhoz költözött. Dr. Papantal polgármester elmondta, az önkormányzat azonnal felajánlotta a segítségét a károsultaknak. Egyelőre szakemberek elérhetőségeit osztották meg a lakókkal, akik a helyreállítási munkálatokban segíthetnek majd. A város első embere szerint tűz bárkinél előfordulhat, nagyon sajnálja az esetet, amennyiben viszont az építkezési szabályokat mindenki betartja, akkor az ehhez hasonló események talán elkerülhetőek lennének. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcaktv.hu weblapon. Tartsanak velünk holnap is, viszontlátásra!